Crash Bandicoot végigjátszását, hogy Cocoa-val sikerült a Lost City-t teljesítenünk, és tovább jutottunk a Temple Ruins-ig. Nézzük is meg, hogy az milyen. Többen kérdeztétek, hogy miért Cocoa-t használom, miért nem Crash-t. Ennek két oka van. Elvileg van egy trófea, hogyha három pályát teljesítesz Cocoa-val. Ez izgi. Igen, teljesítesz három pályát Cocoa-val, akkor kapsz egy trófeát, illetve nekem sokkal ügyesebbnek tűnik, mint Crash. Oké, hát ez eddig így izgi lesz. Indiana Jones. Ez a végzett templom. Jó, van kukac. Fölébeltem a kígyókat. Ó, de rossz ezt így innen nézni. Oké. Nem baj, próbálkozunk. Most látom az utat jóformán. De még elérik egy új élet. TNT. Mere. Kicsit betaláztam. Arra van valami? Nincs. Jó, checkpoint az mindig jól jön. Kígyó is van meg. Sok gumi. Hű, hát ez elég morbid. Beletesnek már. Töfés van, ugrásból, magasra. Hú, ez izgi. Au. Meg egy új élet, amit itt a hülyeségemmel elcsesztünk. Kicsit gyere hátrébb, ügyes vagy. Jó, úgy látszik pont akkor átugrik, amekkora kell. Csak ugye ezt látni kell, hogy merre ugorjon. Na, szemből, de nevérek is oldalról nyom össze a fal. Hát mi van még itt? Hoppá. Jó, ezzel nem könnyíted meg a dolgomat. De nevérek most nem jönnek, viszont ez le fog szakadni. Pókok volt. Legalább annyira utána a pókokat, mint a kígyókat. Ó, az az út. Király. Reméljük nem csak egyszer lehet használni ezt a liftet. Ne, visszajön. Jó. Tök jó. Oké. Be a tűzbe? Aha. És tovább kell ugrani. Nem akarom elkiabálni, de eddig ez egy egész vállalható pálya. Igen. Körbe-körbe mennek, és meg kell küzdeni a checkpointért. Nekünk ez nem akadály. És ott át kell ugrani a túloldalra, ami viszont le fog esni. Szuper. Ó! Oh. Ja, hogy nem volt kis repülő barátunk. Rár. Akkor a rúsni a helyiből nevérek. Ó! Oh. Ugye két ablak között van a kis barát. Eddig jó. Utána néztem, Aku-Akunak hívják, bár ennek semmi értelme nincsen szerintem. Feldobtuk a pacskát. Még egyszer. Szuper. Még jobb. Ez olyan ki lehetne, ez annyira irritál ez a
Gonosz maszkos űrge. Borzasztó. És rajta semmi. Komoly. Tényleg. Kokó. Ezért tartalak. Hogy elrepülted a két pont. Vagy két zöldség. Már azt hittem a kígyó bealudt, vagy ilyesmi. De nem, csak meg akart minket viccelni. De az a rossz, hogy nem látjuk, hogy pontosan merre kell mit csinálni. És ezért ez egy kicsit két nehéz kestre. Mert ezt még simán megugorjuk, de a másikra csak föntről lehet. Én tényleg innének a denevérek. A denevér amúgy cuki állat, csak hagyni kell békén. Olyan, mint Kokó. Nem is egy cuki állat, csak mindenki hagyja békén. Ja, most jött a pók közben, csak annyira betörögtem, hogy esélye se volt. Komolyan, Indiana Jones itt sírva fogadna ezen a pályán. Kokó sokkal tökösebb. Jó is volt eddig is. Szóval, hogy úgy kimaradt az első próbálkozásban. Oh. Viszont a kígyótól nem láttam a tüzet. És innen folytatjuk. Jaj, nem áll. Ne! Nyesd le. Meg innen szép nyílt, amikor mindjárt game over. Talán egy életet még ki tudunk sajtolni, hogyha nem cseszem el itt a következő szakaszon. De. Jó van. Harmadikra megcsináljuk. Közben volt valami update a játékban, egy új extra pálya, ami nekünk még nagyon messze van. Nem fogalmam sincs, hogy hanyadik pályánál tartunk, vagy hogy mennyi van összesen, de valami extra pálya megnyílt, ami állítólag nem lesz könnyű. Ez igazán megnyugtató, mert eddig egy sem volt az jóformán, de valamilyen, nem tudom, sötétebb hangvételű pályát ígértek be a fejlesztők, és adtak is ajándékba. Annak örömére, mert a játék elég jól indult az első pár. Első két hetében nagyon szerette mindenki. Ez mondjuk érthető, mert aranyos játék, csak nem igazán értem, hogy miért kellett sokkal nehezebbé tenni, mint amilyen volt. Mondjuk én nem játszottam a korábbi változataival. Azt tudtam, hogy aranyos. Tudtam, hogy aranyos, és jó pofa játék, de azt nem tudtam, hogy így halálba lehet vele szivatni embereket. Na mindegy.
le az előbb, nem? Itt meg itt a kókot találtunk. Hát jó sok lett volna, hogy ment. Később összeszöppe. Itt vannak a füskék. És itt van a utazó lehetőség, igen. Tri-tri-tri-tri. És igen, és itt nem kell belogni a tűzbe. Egy sárga. Majd van a kígyó. Ráadásul királykodra, ami még veszélyes is, meg rosnya is. Ég a gyertya, ég. Na már, hát miben fogja? Valami innen kell csinálni újra. De igazán adhatna egy checkpointot így. Mondjuk itt a nagy utazáshoz képest. Hogy csak én vagyok béna és kihagytam egy checkpointot, szóljatok srácok. Nem a nád, hát. Már egy újabb életet sikerült kishajtolni a játékba. És az extra élet az mindig örömmel tölt el. Ez a kígyók miatt van. Én a beállás a kokónak, ezért így nagyon tényleges. Viszont nem rezelve a demérektől és a pókoktól, kígyóktól és a durva helyzetektől. Na gyere, is nézettél. Próbálom ezt az egy ládát úgy összetörni, hogy rá tudok ugrani, mert ez ugye ilyen rugós paing, paing, paing. És a rugósban mindig több a alma vagy a mangó, vagy nem tudom milyen gyümölcs ez. Legyen alma. Na gyerünk, hopp, hopp, hopp. Na megint a kukac. Nem tudom, hogy gumikígyó. Na, ezt elcsesztem, nem baj. Láttátok a Harry Pottert, mint amikor a... Sötét varázslatok kivédése órán az egyik csaj kígyóra gondol, ez pont úgy néz ki. Mutasd, mit látsz! Nem kell remegni. Készít! Komikus! És tovább! Tessék! Következő! Csodás! Csodás! Nagyon! Ugrunk. Jó. Ott ez a drága checkpoint, ami minket nagyon-nagyon örömmel tölt el. Ups. Nézd meg a denevérek, meg a két oldali összenyomunk fal. Viszont itt van kis barátunk is. Igen, itt testem le, nem? Ez elég közel volt, mert nem vettem észre, hogy lement a fal. Oké, ott azt hogy kéne? Tudom. Itt volt egy felfelé nyilvontan feldobott volna ez a láda, de hát... Mi? Nem így csináltuk. De, jól van. Oda néz, ugrálnak, tök jó. Középső fixnek tűnik. És most már a checkpoint. Gulj, fúj. Na már. Meg előszakott itt a checkpointnál. Ó, élet.
Jó, utazó lehetőség. Jó, ez egyre parább ez a játék. Jó, úgy kell ugrani, hogy ne essünk bele a tűzbe, lehetőleg. Ez most komoly, nem is látom, hogy mit kell csinálni. Ezek egyenesen végigmenni. Oké. Ott van három élet. Jó, a külső közül csak forognak. Basszus! Ezt nem hiszem el. Nagy rossz szemű menjek megint. Jó. Igen, itt volt ez a lehetőség, van, nem kell megsülni. Jó, van egy plusz életünk, bármire. Hajlandó vagyok ezután. Ne. Majd pedig az előbb olyan jól ment. Mennyi nem. Na, ott hagytunk egy almát. Annyi baj legyen, talán még azt kibírom. Fú, hát ennél a jelenetnél én öregettem egy 10 évet. Jó. Melyik visszajön, ez nekünk jó lesz. Ez tiszta felüdülés volt ez a jelenet. Elég messzire kell ugrani. Ott a pálya vége. De azért még összenyomnak a falak. Képet tudom menni. Semmit nem látok. Fú, azt hittem mellé ugrik. Jól van. Fú, hát ez sikerült. Relatíve nem is voltam olyan vélem, mint szoktam. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és folytatjuk. Sziasztok!